A bátaszéki képviselőtestület megtartotta augusztusi rendes ülését, ahol olyan kardinális kérdésekről tárgyaltak, mint például a megemelkedett rezsiköltségek finanszírozása. Bozsolik Róbert, a település polgármestere elmondta, lemodellezték, hogy mit jelent az önkormányzat számára az augusztus 1-től megnövekedett gáz- és villamos energiaköltsége. Mennyi lesz ezáltal a többletkiadásuk? Előzetes számításaink alapján mintegy 60 millió forintot fog kitenni, sőt azt egy kicsit meg is fogja haladni várhatóan. Az a villamosenergia, illetve gázenergia többletköltség, ami abból adódik, hogy augusztus 1-től magasabb összegen kapják az önkormányzatok ezeket az energia lehetőségeket. A város vezetése úgy döntött, felszólítja az önkormányzati cégeket, hogy készítsenek egy módosított költségvetést 10 napon belül. Nézzék meg, hogy az év hátra levő részében milyen kiadásaik vannak, amiket át tudnának csoportosítani, és azt a megnövekedett rezsiszámlákra tudják fordítani. Ez ennek megfelelően érinti a Bátkom Kft-t, hiszen ő több sportlétesítményt működtet, az egyik legnagyobb energiafelhasználó például a tanúszoda, az ő intézmény működtetését is át kell majd vizsgálni, de érinti a városi óvodát, érinti a gondozási központot, de érinti magát az önkormányzatot, többek között a közvilágítással kapcsolatos kérdéseinket is majd végig kell gondolni. A polgármester hozzátette, az szinte biztos, hogy a jelentkező többletköltség egészét nem tudja majd biztosítani az önkormányzat, így további stratégiai döntésekre is szükség lesz az intézményhálózat működésén belül.